Saját pártja felelőtlen kampány okozhatta a DK-s képviselő halálát, Penz András visszautasította a kínai vakcinát. Megkezdődött az iskolai és óvodai dolgozók oltása, már az első nap ezrek kapták meg a vakcinát, húsvétkor is folytatják. Nem várnak tovább, szigorítanak a franciák, szombattól egy hónapos országos zárlat jön. A horvátok viszont enyhítenek, gyors teszttel vagy oltási igazolvánnyal is be lehet utazni, létkérdés a turizmus beindítása. Ez a híradó 7:30-tól az M1-en. Meszes Boglárka vagyok, jó estét kívánok! Lehetséges, hogy saját pártja, a Demokratikus Koalíció felelőtlen kampánya okozta Penz András halálát, ezt írja a Magyar Nemzet. A lap információi szerint a DK politikusa februárban megkapta az értesítést a koronavírus elleni védőoltás időpontjáról és helyéről, ám ő visszautasította a neki felkínált kínai Sinopharm vakcinát. A cikk szerint Penz András aktívan kampányolt a keleti oltóanyagok ellen. Közösségi oldalán januárban meg is osztotta a Gyurcsány párt kínai vakcina alkalmazása ellen indított petícióját. A politikus március 26-án hunyt el. Az elhunyt DK-s képviselő visszautasíthatta a kínai vakcinát, erről ír a Magyar Nemzet. A lap úgy tudja, Penz András februárban megkapta az értesítést a koronavírus elleni védőoltás időpontjáról és helyéről, amit visszautasított. Nem sokkal később a Gyurcsány párti politikus megfertőződött. A képviselő pártjához, a DK-hoz híven aktívan kampányolt a keleti oltóanyagok ellen. A kistarcsai politikus január végén megosztotta Gyurcsány Ferenc és pártja kínai vakcina ellen tiltakozó petícióját, egy későbbi bejegyzésben pedig azt sugallta, hogy gond lehet a keleti oltóanyagokkal, mert a gyártóik nem kérik az európai engedélyezést. Penz András március közepén egy vakcina beszerzésről szóló anyag mellett is arra utalt, hogy a kormány az engedélyeztetések ügyében nyomást gyakorolt az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés Egészségügyi Intézetre. Lehetséges, hogy saját pártja, a Demokratikus Koalíció felelőtlen kampánya okozta a 71 éves Penz András halálát, és a politikus emiatt utasíthatta vissza a kínai oltóanyagot. Fogalmaz a tragédia kapcsán a Magyar Nemzet. A portál hozzáteszi, a 71 éves DK-s képviselő életét kórházba kerülése után nem tudták megmenteni az orvosok. A Magyar Nemzet azt írja, Penz András Facebook bejegyzéséből kiderül, hogy felesége élt az oltakozás lehetőségével, és beadatta magának a kínai oltóanyagot. A lap úgy tudja, Penz András is kapott időpontot, tehát ha nem utasítja vissza az oltás lehetőségét, akkor, ahogy a portál fogalmaz, vélhetően még ma is életben lenne. Mindent megtett az elmúlt hetekben, hónapokban a Gyurcsány Ferenc vezette Demokratikus Koalíció, hogy a keleti vakcinák ellen hergelje az embereket, és továbbra sem álltak le a kínai vakcina ellen indított petíciójuk, a mai napig elérhető az interneten. A kormány szerint óriási felelőtlenség, amit a baloldali párt csinál. A Demokratikus Koalíció azt követeli, hogy a kormány ne riogassa tovább az embereket az orosz vakcinával. A DK hónapokig hangolt az orosz vakcina ellen. Ennek akkor lett vége, amikor kiderült, a Sputnik V hatékonysága 90% fölötti, és már a német kancellár is elismerően beszélt róla. Gyurcsány Ferenc pártja ekkor a kínai vakcinát vette célba. Ne oltsanak olyan vakcinával, amelyet az Európai Gyógyszerügynökség nem engedélyezett. A kínai vakcina miatt kevesebben akarják beoltatni magukat. Már a házi orvosok sem ajánlják a kínai vakcinát. Meg kell védenünk a magyarokat az EU által nem engedélyezett kínai vakcinától. Ilyen plakátokkal kampányol a Demokratikus Koalíció a kezdetektől fogva a kínai vakcina ellen. A közösségi médiában indított lejárató akció mellett a DK vezető politikusai is kivették a részüket a kínai vakcina elleni hergelésből. Dél-kínai. A DK egészségpolitikusa Komáromi Zoltán az ATV élőadásában azzal sem értett egyet, hogy bármilyen oltás jobb a betegségnél. Világos, én vitatkozom ezzel. A politikus ezután azt is elismerte, hogy házi orvosként elbizonytalanítja betegeit a kínai vakcinával kapcsolatban, ami már a praxisában beoltottak számán is meglátszik. 125-ből 22 jelzett vissza, és ebből oltottam be ma hetet. A főváros gyurcsánypárti polgármesterei pedig azt hangoztatták, megakadályoznák, hogy kerületeikben bárkinek beadják ezeket a vakcinákat. A Demokratikus Koalíció polgármesterei ezért szeretnék megakadályozni, hogy az általuk vezetett kerületben bevizsgálatlan, bizonytalan eredetű vakcinával oltassanak.
A Gyurcsány Ferenc vezette párt a hangzatos nyilatkozatokon túl odáig ment, hogy aláírásgyűjtésbe is kezdett a Kínából származó vakcina ellen. A januárban indult online petíció még mindig elérhető. A Gyurcsány párt azonban mindezek ellenére tagadja, hogy a vakcinák ellen hangolna. A hónap közepén Vadai Ágnes kérte ki magának a parlamentben azt, hogy oltásellenesek lennének. Ne mondják azt, hogy mi oltásellenesek vagyunk. A vitában akkor Orbán Viktor miniszterelnök emlékeztetett, hogy már több százezer magyart oltottak be a keleti vakcinákkal. Ha azt nem tették volna meg, akkor azok közül az emberek közül több százan meghalhattak volna. A kormányfő egyúttal figyelmeztette a Gyurcsány párti politikust, hogy mekkora felelőtlenség az oltásellenes kampányuk. Szeretném önt emlékeztetni arra, hogy minden olyan ember, akinek azért megy tönkre az egészsége, vagy azért hal meg, mert nem vette föl az oltást, hiszen önök arra biztatták, hogy ezt ne tegye meg, az ő állapotukért, esetleges halálukért önöket terheli személyesen a felelősség. A miniszterelnök akkor is, ahogy előtte is, és a parlamenti vitát követően is arra szólította fel Gyurcsány Ferenc pártját és a kampányukat támogató baloldali politikusokat, hogy hagyjanak fel az oltásellenességgel. Az embereket elbizonytalanítják, magukat viszont beoltatják a baloldali politikusok. Erre hívta fel a figyelmet a Fidesz frakció vezetője. Nemrég az egyik hírportál gyűjtötte össze, hogy a 9 fős DK frakcióból 2, az MSZP képviselőcsoportjának pedig az 1/3 kapta már meg a vakcinát, közülük többen a keleti oltóanyagot kapták meg. Ma Gyurcsány Ferenc is beoltatta magát, a Fidesz szerint a baloldal kétszínű és számító politikát folytat. Ne kerteljünk, ment, mint a karikacsapás. Gyurcsány Ferenc csütörtökön ezzel a felütéssel számolt be követőinek arról, hogy ő is megkapta a koronavírus elleni oltást. Istenemre mondom, nem tudom, mit csinálnak. Bár korábban számos kritikában bírálta a járvánnyal és az oltással kapcsolatos intézkedéseket, most mégis arról írt, várakozás nélkül, zökkenőmentesen kapta meg a vakcinát. A DK elnöke szerdán harangozta be a közösségi oldalon, hogy felveszi az oltást, és arra utalt, hogy a vártnál korábban került sorra. Mi lesz, ha... Nem ő az egyetlen. Újbuda Gyurcsány párti polgármestere László Imre az ATV egyik reggeli műsorában vallotta be márciusban, hogy bár már nem praktizál orvosként, behívták abba a kórházba, ahol korábban igazgató volt. A régi kórházam ott, ahol 10 évig főigazgatóként dolgoztam, értesített, hogy tisztelettel várnak, ami rendkívül jól esett. Úgyhogy most megy. Sikerül, most megy az oltásra. 11 órára. László Imre később elismerte, hogy soron kívül kapta meg a koronavírus elleni vakcinát, de arra hivatkozott, hogy a rendelet az egészségügyi diplomával rendelkezők számára teszi lehetővé első körben a védőoltást. A balliberális politikus sajtósa közben az Index megkeresésére úgy magyarázkodott, ha a DK-s László Imre tudta volna előre, hogy van egy sorrend, akkor egyértelműen visszamondja az oltást. A Gyurcsány párt korábbi főpolgármester jelöltje, Kálmán Olga márciusban a közösségi oldalon dicsekedett azzal, hogy beoltották. Az egykori műsorvezető Gyurcsány Ferenchez hasonlóan elismerte, hogy az oltóponton minden rendben ment. Mert azt gondoltam, hogy majd ez... És nem csak a DK-sok éltek a lehetőséggel. Menjek be, beadják a védőoltást. Az MSZP-s Hisz Györgyről januárban derült ki, hogy jogosulatlanul soron kívül kapott védőoltást. A gyöngyösi polgármesterről az Origó írta meg, hogy feleségének és a korábban szintén szocialista színekben politizáló házi orvosának is intézett vakcinát. Közben nemrég a balliberális 24.hu gyűjtötte össze, hogy az országgyűlésben a 9 fős DK frakcióból 2 képviselő, a 15 fős MSZP-s frakciónak pedig az 1/3 kapta már meg a vakcinát. A hírportál arra is utalt, hogy a szocialista politikusok közül voltak, akik keleti vakcinát kaptak. László Imre, Hisz György, Kálmán Olga, ma meg a nagyfőnök Gyurcsány Ferenc is megkapta, és mindent nagyon jónak talált. A parlamenti képviselőik közül volt olyan is, aki a kínai vakcinát kapta. Na hát, ezt már a Fidesz frakció vezetője jegyezte meg a közösségi oldalon. Kocsis Máté rámutatott, az elmúlt hetekben sok ember utasította vissza az oltást, csak azért, mert Gyurcsányék a fülükbe tették az oltás ellenes bogarat. És bár, mint írta, mindegyik vakcina hatékony és biztonságos, a balosok mégis csinálták az ezzel ellentétes kampányt, annak reményében, hogy sok halott esetén megbukhat a kormány 2022-ben. A gond a kétszínűséggel van, téged elbizonytalanítunk, lebeszélünk, kétségeket ébresztünk, de magunkat azért beoltatjuk, amint lehet, meg akkor is, amikor nem. Fogalmazott Kocsis Máté hozzátéve, idézzük, kétszínű, számító, gonosz politika, ami kivételesen vastag bőrt igényel.
Egyetlen módon lehet megállítani a vírust, ez pedig az oltás. Erről beszélt az M1-en Orbán Viktor. A miniszterelnök hangsúlyozta, minden erőt az oltásra kell most összpontosítani. Eddig 3 millió 760 ezeren regisztráltak, húsvét után pedig várhatóan meg lesz a 2,5 millió beoltott, így utána elindulhat a lépcsőzetes újraindítás. A kormányfő arról is beszélt, június elejére eljuthatunk a 7 millió beadott vakcinához. Tömeges a fertőzés. És ezt már bizony a zárások csak, és a korlátozások csak lassítani tudják, megállítani már nem. Egyetlen módon lehet megállítani a vírust, ez pedig az oltás, jelentette ki Orbán Viktor miniszterelnök az M1-nek adott exkluzív interjújában. A kormányfő azt mondta, most minden erőt az oltásra kell összpontosítani. Egyetlen orvosság van, egyetlen módon tudjuk megállítani, nem egyszerűen csak lassítani, hanem megállítani vagy megölni ezt a vírust, ez pedig az oltás. Ezért most minden erőnket az oltásra kell összpontosítani. A miniszterelnök hozzátette, az idősek egészségének védelmében fontos, hogy minden 65 év felettit beoltsanak. Ha ez megtörténik és elérjük a 2,5 milliós átoltottságot, akkor jöhet az ország újranyitása. A miniszterelnök hangsúlyozta, az iskolák április 19-i kinyitása lesz az első lépés, és aztán, ahogy javul az ország átoltottsága, nyílhatnak az éttermek és a szállodák, ezután nyithatnak majd a boltok is. Lépcsőzetesen lehet újraindítani majd az országot és a gazdaságot. Ez volt egyébként a nemzeti konzultációban résztvevő több százezer magyarnak is az álláspontja. A 2,5 milliót pedig egy erkölcsi törvény jelölte ki a számunkra, ugyanis nem szabad addig újraindítani az országot, amíg a leginkább életveszélyben lévők nem kapták meg az oltást. Az oltási tervvel kapcsolatban a kormányfő azt mondta, ha novemberben nem kezdenek el a keleti gyártókkal tárgyalni, mostanra csak fele annyi ember lenne beoltva. Orbán Viktor hozzátette, eddig 3 millió 760 ezer magyar regisztrált. A miniszterelnök úgy fogalmazott, szamárság ideológiai ügyet csinálni abból, hogy keleti vagy nyugati vakcinákkal oltsanak-e, és erre már egyre több nyugati ország is kezd rájönni. Szerintem jól döntöttünk, és sok ezer ember életét mentettük meg, és fogjuk még megmenteni Magyarországon azért, mert nekünk vannak vakcináink nem csak nyugatról, hanem keletről is. A beszerzésekről szólva a miniszterelnök felvázolta a következő 1-2 hónap tervét is. Orbán Viktor elmondta, május végére, június elejére el tudunk jutni a 7 millió beadott vakcinához. A baloldal oltásellenes kampányáról szólva Orbán Viktor elmondta, bízik benne, hogy az ellenzék soraiban is van szívük az embereknek, és nem fognak az elhunytakra építő politikai kampányt folytatni. Az egészségügy teljesítőképességéről szólva pedig a miniszterelnök elmondta, a rendszer bírja a terhelést, azonban minden orvosnak és ápolónak jár a tisztelet, hiszen emberfeletti munkát végeznek minden nap. A közelgő ünnepekkel kapcsolatban Orbán Viktor azt mondta, a húsvét a feltámadás és a győzelem ünnepe, ami szerinte a mostani helyzettel is párhuzamba állítható. Orbán Viktor hozzátette, az újranyitás már csak karnyújtásnyira van. Már csak 2-3 lépés választ el minket attól, hogy visszakapjuk a régi életünket. Elismerően szólt a magyarországi oltási kampány gyorsaságáról az Egészségügyi Világszervezet főigazgatója, miközben az európai oltakozást lassúnak nevezte. A WHO vezetője Genfben tárgyalt Szijjártó Péter külügyminiszterrel, és arra bíztatta Magyarországot, hogy tartsa meg a mostani lendületet az oltakozásban. A kontinensen kialakult járványhelyzetről viszont azt mondta, az éppen most a legaggasztóbb. Az Egészségügyi Világszervezet, a WHO szerint elfogadhatatlanul lassú az oltási kampány Európában, az elhúzódó vakcinálás pedig tovább súlyosbítja a járványhelyzetet, derül ki a szervezet közleményéből, amiben azt is leírják, hogy Európa szerte egyre drámaibb a járványhelyzet. Eközben a WHO főigazgatója személyesen gratulált Magyarországnak a gyors oltási kampányhoz, amikor Genfben fogadta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminisztert. Azt látom, hogy Magyarország a lehető leggyorsabban hajtja végre az oltási programot, és a 24%-os lefedettség nagyon is meggyőző. Arra biztatnám önöket, hogy tartsák meg ezt a lendületet. A találkozót követően Szijjártó Péter elmondta, hogy semmiképpen sem szabad ideológiai és politikai kérdést csinálni a koronavírus elleni oltásból, az ugyanis az egyetlen megoldás a járvány ellen. Minél inkább ideológiai kérdéssé teszik az oltást, annál lassabbak lesznek az oltási kampányok, annál inkább aláássák az oltási hajlandóságot, tehát ideológiai kérdéssé tenni az oltást, az
egy rendkívül komoly bűn az emberekkel szemben, így tehát mindazok Brüsszelben, akik így cselekedtek, emberek ezreinek, tízezreinek halálát okozzák, és jó lenne, hogyha a magyar ellenzék is befejezné azt, hogy oltásellenes kampányt folytat, és egyes oltóanyagokkal szemben ideológiai vitákat generál és elbizonytalanítja az embereket. Szijjártó Péter hangsúlyozta, hogy az egészségügyi világszervezet kiváló példát mutatott azzal, hogy nem csinált ideológiai vagy politikai kérdést a vakcinákból. A miniszter azt is elmondta, hogy az oltóanyagok utánpótlása a jövőben is fontos lesz, ezért Magyarországon is kialakítanak erre a célra gyártási kapacitást. Ennek megvalósításához támogatását fejezte ki az egészségügyi világszervezet is. Megkezdődött a köznevelésben dolgozók soron kívüli oltása. A következő bő egy hétben több mint 162 ezer bölcsődei, óvodai és iskolai dolgozó kapja meg az oltás első adagját. A pedagógusokat a kórházi oltópontokon várják, de mindenkit SMS-ben értesítenek a pontos helyszínről, valamint időpontról. Közben megállás nélkül oltják a regisztrált időseket is. A beoltottak száma reggel megközelítette a 2.066.000 főt. Sorra érkeztek a pedagógusok a Honvéd Kórházba, hogy megkapják a koronavírus elleni vakcinát. A bejáratnál ellenőrizték az adatokat, majd mutatták, hova kell menni. Valami betegség esetleg? Az oltóponton az orvos átnézte a kórelőzményeket, és ha mindent rendben talált, akkor beadta az injekciót. Vártam, nem csak mint pedagógus, hanem mint magánember, mert úgy gondolom, hogy ilyen szempontban, hogyha van bármilyen oltóanyag, akkor azt igenis be kell adni az embereknek, a magunk és főleg mások védelmében. Nagy üzemben oltottak, végül az első napon mintegy 2300 pedagógus kapta meg a vakcinát a Honvéd Kórházban. Relatíve gyorsan kaptuk ezt a feladatot, de azt gondolom, hogy ügyesen megszerveztük, van már benne rutinunk, hogy relatíve rövid sorokkal megússzuk és gyorsan meg tudjuk ezt a jelentős mennyiséget oldani, de emellett folytatjuk a lakossági oltásokat is más oltópontjainkon. Kézfertőtlenítés és lázmérés, majd adategyeztetés. Az alaegerszegi oltópontra is folyamatosan érkeztek a pedagógusok. Nagyon nagy megnyugvás az oltás. Eleve krónikus beteg vagyok, és ott hát azért voltak... Tehát rengeteg kollégám lett beteg, gyerekek között is volt rengeteg beteg, és tehát így ez nagyon-nagyon megnyugtató. Az Alamegyei Szentrafel Kórházban plusz részleget nyitottak meg, egyszerre 5 helyszínen adták be az injekciót a pedagógusoknak. 2400 pedagógust várunk oltásra megyeszerte, ebből az Alamegyei Szentrafel Kórházra 898 esik, hogy ők SMS értesítés útján kapják meg a behívójukat. Eddig zökkenőmentesen zajlik, mindenki megjelent, aki értesítést kapott. Külön oltópontot alakítottak ki a Kecskeméti Rendelőintézetben, és vasárnapig 3300 pedagógus kapja meg a védőoltást. Nagyon vártuk már a gyerekekkel a személyes találkozás lehetőségét, és talán most erre lesz is majd alkalmunk és módunk. A Kaposi Mór Oktatókórházban is minden a terveknek megfelelően haladt, a pedagógusok a megadott időpontra érkeztek, és a többség hozta magával kitöltve a hozzájárulási nyilatkozatot. Folyamatosan zajlik az oltás több oltóponton, általában 3 oltóponton. Reggel 7-től este 7-ig várjuk az oltandó személyeket. Körülbelül ilyen fél óránként érkezik 10-12 páciens. Sopronban úgy tervezik, hogy 2 nap alatt végeznek a pedagógusok első körös oltásával, a második dózist 1 hónap múlva kapják. Most megkapják ezt az első oltást. Természetesen a második oltás után körülbelül 1 héttel lesz a teljes védettség kialakulóban, tehát addig az időpontig ugyanúgy tanácsos ő nekik is betartani a járványügyi szabályokat. Országszerte 400 helyszínen rendben elindult a köznevelésben dolgozók oltása. Előzetesen SMS-ben értesítették őket, hogy mikor és hova kell menniük. 4-ből 3-an kérték az oltást, így egy hét alatt több mint 162 ezer pedagógusnak adják be a Pfizer vakcináját. Akik most nem tudnak elmenni az oltásra, azok sem maradnak le róla, egy későbbi időpontban kapják meg az injekciót. Egyre több a beoltott itthon. A friss adatok szerint csütörtök reggelig már mintegy 2.066.000-en kapták meg az első dózist, 787.000-en pedig már a másodikat is. Az átoltottság itthon elérte a 20,6%-ot, ami jelentősen meghaladja az uniós átlagot.
Húsvétkor is folyamatos lesz az oltás, ehhez pedig egymás után érkeznek a vakcinák az oltópontokra, valamint a házi orvosokhoz. A kórházak többségében a Pfizer és Sputnik oltóanyagát adják be, a házi orvosokhoz pedig a könnyebben tárolható vakcinák érkeznek. A cél, hogy minél hamarabb meglegyen a 2,5 millió beoltott. Dobozokban érkezett meg az újabb Moderna szállítmány Békés Csabára. Egy gyors ellenőrzés után először a hűtőbe kerültek, aztán pedig kiszállították azokat a házi orvosokhoz. A ma megérkezett 150 ampulla Moderna oltóanyag kerül felhasználása 1500 állampolgárnak a részére, és nem állunk meg, hiszen kedden, szerdán, csütörtökön, jövő héten végig minden oltóponton szintén folytatjuk az oltást. 14-16. Hajdú-Bihar megyében sem pihennek hosszú ideig a vakcinák a hűtőben. Itt 264 házi orvosi körzet között osztják szét az oltóanyagot. Kaptunk 410 ampullát, azaz 4100 adagot. Ennek köszönhetően a házi orvosok tovább tudják folytatni elsősorban a regisztrált időseknek az oltását. Egy ampullában 10 ember beoltásához elegendő oltóanyag van. Győr-Moson Sopron megyében így 2800 ember védettségéhez elegendő a most érkezett 280 darab ampulla. Ezt az oltóanyagot súlyozottan juttatjuk ki, tehát azokba a praxisokba, ahol még több regisztrált áll sorban és várja a védőoltást, mert szerencsére már vannak olyan praxisok, ahol már a regisztráltak száma erősen lecsökkent, tehát differenciáltan osztjuk szét ezt az oltóanyag mennyiséget. Porciózzák az oltóanyagokat a szegedi kormányhivatal munkatársai, már megszervezték a kiszállítását a házi orvosi rendelőkbe, így a hosszú hétvégén is olthatnak majd az orvosok. Ezt az oltóanyagot elsőkörös oltásként tudjuk felhasználni, és a házi orvosokat szólítottuk meg az oltási tevékenység elvégzésére, azaz még a mai napon a kormányhivatal munkatársai el fogják juttatni a házi orvosi praxisokba ezt az oltóanyagot. A Moderna vakcinákat a 60 év felettiek és a várandós kismamák oltására is felhasználhatják a házi orvosok. Begördült a teherautó a fővárosi kormányhivatalhoz is. A csomagtérben 1600 ampulla, vagyis 16000 adag Moderna oltóanyaggal. A vakcinákat innen a kijelölt szakrendelőkbe szállították, a hétvégén pedig fel is használják majd. Ezen kívül 55000 Sinopharm vakcinát is kapnak a házi orvosok. A húsvéti ünnepkör ellenére Budapesten az első olyan oltási hét lesz, ami tömeges oltási hétnek mondható. Ez számokban azt jelenti, hogy 175000 budapesti fogja megkapni az első körös oltását, és 85000 budapesti pedig a második körös oltását. Valamennyi kijelölt oltópont bevonásra kerül, illetve a házi orvosok is oltanak. Összesen 25 kórházban és 18 szakrendelőben oltanak Pfizer, AstraZeneca, Moderna, Sinopharm és Sputnik vakcinákkal is. Sára Botont hangsúlyozta, a cél az, hogy minél hamarabb elérjék a 2,5 millió beoltottat, hogy elkezdődhessen a fokozatos újranyitás. Ma újabb, több mint 200000 adag AstraZeneca vakcina érkezik Magyarországra, ezeket vasárnap szállítják ki a kormányhivatalokba, onnan pedig a házi orvosokhoz. A Nemzeti Népegészségügyi Központ járványügyi osztályvezetője az operatív törzs tájékoztatóján arról beszélt, hogy 101 kórházi oltóhelyen 400 oltóponton zajlik a védőoltás. Hozzátette, a kórházi oltópontokon az ünnepek alatt is oltanak, de a házi orvosok is oltanak majd a hétvégén. Húsvét idején sem áll le az oltási program. A kórházi oltópontokon Pfizer oltóanyaggal, illetve Sputnik vakcinával, a házi orvosoknál pedig Sinopharm, AstraZeneca és Moderna vakcinával folytatódik az oltási kampányunk. Újabb riportsorozat indul az M1-en, a következő hetekben a járványhelyzetben dolgozó orvosok, ápolók és önkéntesek történeteit mutatjuk be. Olyan embereket ismerhetnek meg, akik már több mint egy éve küzdenek a koronavírus ellen a nap 24 órájában. Ők azok, akik a szabad idejüket áldozzák arra, hogy mielőbb visszakaphassuk a régi életünket. Tetőtől talpig védőfelszerelésben a nap 24 órájában küzdenek az egészségügyi dolgozók a koronavírus járvány ellen. Már az első itthoni fertőzések óta is eltelt több mint egy év, azóta a frontvonalban végzik a munkájukat. Azt mondják, csak azt tudja átérezni, hogy milyen hatása van a vírusnak, aki járt már a Covid osztályokon. Aki
beöltözött egyszer így, és a világ körülötte olyan furcsává válik, olyan visszhangossá, és távolodik is egy kicsit, akkor az jobban át tudja érezni, hogy mit ér a beteg a maszk alatt, és mit érez a beteg ott, esetleg úgy, hogy azt is tudja, hogy a házastársa egy emelettel odébb fekszik, mert ilyen is volt, hogy a idős házaspár mindkét tagja bent volt az intenzíven. A járvány minden egyes nap új feladatot hozott a Debreceni Alapellátási és Egészségfejlesztési Intézet dolgozóinak is. Az intézmény igazgatója szerint soha egyetlen zokszó sem hangzott el. Mindig készen állnak a kollégái, akár az életmentésről, akár az oltásról van szó. Nagy oltás napról beszélgettünk, önkénteseket kerestem az intézetbe, kik vállalják. Ahogy a lapot letettem a pultra, egy óra múlva teljesen teleírták. Anélkül, hogy bármit is mondtunk volna, ez nagyon nagy öröm, hisz látom és érzem, hogy ebben a munkában szeretettel vesznek részt mindnyájan. Őket mutatja be mától a közmédia legújabb sorozata, amivel a hősies munkát köszönjük meg. Ahogy tavaly tavasszal megtették ezt azok, akik esténként világszerte erkélyeken tapsoltak az egészségügyi dolgozókért. A következő hetekben hosszabb összeállításokban ismerhetik meg orvosok és ápolók történeteit, és olyan önkénteseket is bemutatunk, akik a szabadidejüket áldozzák arra, hogy mielőbb visszakaphassuk a régi életünket. Ilyen például Savanyú Gergely soproni színművész, aki oltópontokon segíti a szakemberek munkáját. A színházban körbe küldtünk egy táblázatot, és mindenki beírhatta magát. Rendkívül sok ember jelentkezett, ami nagyon meglepő volt, és az még meglepőbb, hogy ezen a héten még többen gondolták azt, hogy jönni kell segíteni. A legfontosabb dolog az, hogy mindenki be legyen oltva. Az egészségügyi dolgozókkal készült teljes beszélgetéseket mostantól naponta többször is láthatják az M1 hírfolyamában. A szokásos európai járvány körképpen folytatjuk most a híradót. Szombattól zárnak a franciák, egy hónapra az egész országra kiterjesztik az eddigi régiós korlátozásokat. Ez azt jelenti, hogy csak 10 kilométeres körzetben lehet elhagyni a lakóhelyet, a boltok többsége sem nyithat ki. Emellett a bölcsödék, az óvodák, valamint az iskolák is bezárnak 3 hétre. A járványhelyzet egyre súlyosabb, most éppen 2-szer annyi ember tesztje lett pozitív, mint februárban. Szinte megállás nélkül dolgoznak az orvosok és ápolók az intenzív osztályokon, mivel a súlyos állapotban lévő koronavírusos betegek száma már meghaladta az 5000-et. Ráadásul ez a szám még tovább nőhet, mivel jelenleg országszerte több mint 4 millió aktív fertőzöttet tartanak nyilván, ami a legmagasabb napi adat a járvány kitörése óta. Minden nap beszélek édesanyámmal telefonon, és elmondom neki, amikor meghalnak a betegek. Ahogy telik az idő, egyre jobban átérzi a helyzet súlyosságát. Ha nem mesélnék neki a halottakról, akkor nem érteni, mert a tévében csak a számokat hallja, ahhoz nem kapcsol embereket. Pedig most is több ezer beteg van intenzív osztályon, és minden nap rengetegen halnak meg, magyarázta egy rezidens. A súlyos helyzet miatt az elnök bejelentette, hogy 3000-rel bővítik a férőhelyek számát az intenzív osztályokon. Emellett az egész országra kiterjesztette a korábban csak a legfertőzöttebb tartományokra érvényes korlátozásokat. Szombattól mindenki csak 10 kilométeres körzetben hagyhatja el otthonát, csak az alapvető termékeket árusító üzletek nyithatnak ki. A gyógyszertárakon és élelmiszerboltokon kívül ide tartoznak a fodrászatok, a virágboltok, a barkácsboltok és a benzinkutak. Bezárják az oktatási intézményeket is. A vírus terjed az iskolákban, de nem jobban, mint máshol. Gyermekeink oktatása pedig nem vitatárgya, nem alkuképes, ezért felelősséget kell vállalnunk. Persze közben le kell lassítanunk a vírust, így 3 hétre bezárjuk a bölcsödéket, az óvodákat, az általános és a középiskolákat, mondta Emmanuel Macron. Közben újabb oltópontokat alakítanak ki, például stadionokban, ahol a nagy tér miatt egyszerre sok embert tudnak biztonságosan beoltani. Eddig a lakosság 12%-át, vagyis több mint 8 millió embert oltottak be. 3 millióan pedig már a koronavírus elleni vakcina mindkét adagját megkapták Franciaországban. Alig, hogy megkezdődött, már is meghosszabbították a szigorú lezárást Kelet-Ausztriában. Először Bécs polgármestere, majd Burgenland és Alsó-Ausztria tartomány előjárója is bejelentették, hogy 5 nappal meghosszabbítják az eredetileg csak 6 naposra tervezett korlátozásokat. Húsvét után tehát még 1 hétig, április 11-éig csak a legszükségesebb esetben hagyhatják el az emberek otthonaikat, bezárnak az üzletek és a munkahelyek is az otthoni munkavégzésre állnak át. Hogyha valaki mégis elhagyja otthonát, akkor a forgalmasabb közterek
helyszíneken is FFP2-es maszkot kell hordania. Mindeközben Horvátország enyhít a határzáron, hogy így segítsék valamelyest a turizmust. Mától oltási igazolvánnyal vagy negatív antigéntesztel is karanténkötelezettség nélkül lehet beutazni. Emellett soron kívül oltják az idegenforgalomban dolgozókat. A járványhelyzet ugyanakkor nem javul az országban, így újabb szigorítások is vannak. Most még jobbára csak helybéliek sétálnak a Spliti Ríván, a Dalmátváros tengerparti sétányán, de a horvátok abban reménykednek, hogy hamarosan külföldi turisták lepik el az országot. Üresek még a panziók, a szállodák és a reptéri forgalom is gyér, a vendéglátóipar azonban már lázasan készül a nyári idényre. Mindenki a tavainál jobb szezonban reménykedik, és az ország biztonságos idegenforgalmi célponttá szeretne válni. Ezért már soron kívül elkezdték oltani a turisztikai dolgozókat. Májusban mintegy 70 ezer pincér, szakács és recepciós kaphat védőoltást. A járványhelyzet azonban nem javul Horvátországban, sőt egyre több az új fertőzött. A kormány ezért úgy döntött, országosan újabb szigorításokat vezet be április 1-től. Egyelőre kéthetes intézkedésekről van szó, de ha a helyzet nem javul, újabb korlátozások jöhetnek. Bezártak az edzőtermek, Dalmáciában pedig, ahol a legtöbb a fertőzés, az utcán is kötelező a maszkviselése. Este 8-kor bezárnak a kávézók, italt csak a teraszon lehet fogyasztani. A határátlépést is szabályozták, viszont a sokkal kedvezőbb lett a remélt turistalátogatások miatt. Mától a határátlépésnél az Európai Unióban jóváhagyott antigén gyors teszteket is elfogadják, a karantén kötelezettség pedig kiváltható lesz 180 napnál nem régebbi oltási bizonyítvánnyal, vagy igazolással arról, hogy az illető átesett a fertőzésen. Davor Božinović belügyminiszter elmondta, hogy a határátlépéshez két oltás szükséges, függetlenül attól, hogy az EU-ban engedélyezett vakcinákról van-e szó, vagy orosz, illetve kínai vakcináról. A belügyminiszter az új fertőzöttek jelentős növekedéséről számolt be, és úgy fogalmazott, Horvátország nem engedheti meg magának a szomszédos országokhoz hasonló forgatókönyvet. Arra is felhívta a figyelmet, hogy ezek a korlátozások néhány napig lesznek csak érvényben, de ha a statisztikák romlanak, újabb intézkedések bevezetésére kényszerülnek. Fokozottabban ellenőrzik a hatóságok a védelmi szabályok betartását az ünnep alatt. Kiemelt figyelmet fordítanak majd a turisták körében népszerű helyekre, például a Balatonra is. Az ottani települések azt kérik, hogy aki teheti, inkább ne ott töltse a húsvéti hosszú hétvégét. Szeretnék ugyanis elkerülni, hogy tömeg alakuljon ki a magyar tengernél. Szinte egyetlen pad sem maradt üresen a siófoki aranyparton. Csütörtökön javarészt még csak a helyiek élvezték a tóparton a napsütést, ők is csak maszkban. Én úgy látom, hogy itt a Siófokon a fiatalok azok nagyon hordják, nagyon odafigyelnek, és inkább egy-két idősön, éppen most beszéltük a férjemmel, hogy inkább egy-két idősön nincsen. De nem csak a maszk, a távolság megtartása is kötelező a közterületeken is. Ezt az ünnepek alatt is rendszeresen ellenőrzik majd a hatóságok és a polgárőrök a Balatonnál is. 14 egyesület folyamatosan fog szolgálatot ellátni. Azt tudom, hogy a Balaton lellei polgári egyesületi, a Boglár és Lele területén fokozott szolgálatot fog ellátni 3 gépkocsival folyamatosan a napközbeni órákkal, tehát az 6 szemét jelent, de ez Balatonföldváron, Balatonszárszón, Siófokon is ugyanígy érvényes. Fonyódon a piacot, a megszokottak szerint a fonyódi polgárőrök biztosítani fogják. A Balatonnál élők szeretnék, ha a húsvét alatt nem lepné el tömeg a tópartot, de felkészültek arra is, ha érkeznének kirándulók a hosszú hétvégére. Balatonszemesen például több egyedi védelmi szabályt is hoztak. Én már 2-3 hete a boltosokat, a boltvezetőket megkerestem, felkerestem, és kértem őket, hogy ugyanúgy, mint az előző vírusidőszakban a létszámot, bentartózkodó létszámot limitálják, és hát a bolt előtt ott van a fertőtlenítőszer, kértem minden odalátogatót, hogyha lehetséges gumikesztyűt is használjanak. A Balatoni Turizmus Szövetség elnöke a híradónak azt mondta, fontos, hogy mindenki betartsa a járványügyi előírásokat, hogy minél előbb újra nyithasson az ország. Figyelembe kell vennünk azokat a korlátozó intézkedéseket, amik most hatályban vannak. Érdemes egymásra vigyázni, és azt a néhány hetet még talán kivárni, ameddig túljuthatunk a vírus csúcsán, és eljutunk az oltásokból odáig, hogy mindenki biztonságosan utazhat.
a jó idő sokakat vonzott a velencei korzóra is. A tóparton annyian voltak, hogy a polgárőröknek már most sokakat figyelmeztetniük kellett. Olyan embereket, akik nem használnak maszkot, vagy valamilyen mondat, nem tartják be azokat a szabályokat, amit felkértük őket, távolságbetartásra, azokat figyelmeztessük. Ha ennél súlyosabb dolog van, akkor közvetlen vonalon tudjuk értesíteni a gárnai rendőrkapitányság szolgálatot tevő vezetőjét. De nem csak itt, országszerte fokozottabban ellenőrzik majd a szabályok betartását húsvétkor, mondta az operatív törzs tájékoztatóján az ügyeleti központ vezetőhelyettese Kis Róbert. A koronavírus járvány harmadik hullámában az egyéni felelősség kérdése megkérdőjelezhetetlen. Rendőreink húsvétkor is közterületi szolgálatellátásukkal jelen lesznek az utcákon, a tereken, és a közlekedésbiztonsági szempontok betartatása mellett ellenőrzik a védelmi intézkedések betartását is. A szakemberek mindenkitől azt kérik, hogy akár csak hétköznapokon, húsvét idején is kerüljék a zsúfolt helyeket, és tartsák be a higiéniai szabályokat. És aki teheti, szűk körben ünnepeljen. A boltokban, a piacokon és a családi találkozókon is legyünk nagyon óvatosak, erre kértek ma mindenkit az operatív törzs szakemberei. Sajnos az látszik, hogy lazul a fegyelem, pedig talán most van a legnagyobb szükség a szabályok betartására. Tömött parkolók és teli kosarak jellemezték a mai napot az élelmiszer üzletek előtt. A húsvét előtti utolsó napon mindenki megvette, amire szüksége volt még. A magyar hagyományoknak megfelelően sok családban ilyenkor többféle ételt főznek, sütnek és nagyokat esznek. Azonban ezen kívül semmiben sem hasonlít ez a húsvét a többihez. Képli Pál bár közel lakik a családjához, mégis betartva a szabályokat, nélkülük ünnepel a hosszú hétvégén. Azt mondja, kerti munkával tölti majd az időt, ami igazán hiányzik neki, az a húsvéti locsolkodás. Megmondom őszintén, az étkoromban az nagyon hiányzik, én nagyon megszoktam. Az óriási volt a locsolás. Orsós Julianna és családja vendégekkel, nagyszülőkkel szokta tölteni a húsvétot, idén másképp lesz. Mama, papa van, ugye, ők szoktak jönni látogatóba, de hát nem olyan hosszú időre az sem, hogy mi megyünk hozzájuk, ugye. De az sem lesz olyan, mint eddig, hogy összeültünk, mit tudom én, reggel, vagy mit, ott ebédeltünk, meg ilyenek. Csak egy ilyen pár perces dolgok ezek most. A családok nagy része távol tölti idős rokonaitól a húsvétot, így vigyázva rájuk. Édesanyám több mint 60 éves, nagymama meg 80 fölött van, úgyhogy szomorúan állunk ez az ünnephez jelen pillanatban, de hát ez hozta a sors, úgyhogy túl kell élni. A túléléshez pedig elengedhetetlen a szabályok követése. Húsvéti ünnepek során is nagyon fontos a járványügyi és higiénés szabályoknak a betartása. Az operatív törzs mai tájékoztatóján Galgóczi Ágnes megerősítette, a hétvégén is vigyáznunk kell egymásra. Kerüljük a zsúfolt helyeket, tartsuk a távolságot, maszkviselési szabályokat, kézmosás, kézfertőtlenítési szabályokat tartsuk be. Húsvétkor csak a szűk családi körben ünnepeljünk, és a családi körben is igyekezzünk betartani a járványügyi intézkedéseket, illetve a higiénés rendszabályokat. Az operatív törzs tájékoztatóján elhangzott az is, hogy még mindig sokan nem tartják be a szabályokat. A legtöbb intézkedés ezúttal is a maszkviselés hiánya miatt volt. Az elmúlt 24 órában összesen a maszkviselési kötelezettség figyelmen kívül hagyása miatt 721 személlyel szemben intézkedtek rendőreink, így összességében 43.284-re emelkedett a rendőri intézkedések száma. A maszkviselés mellett a korlátozások ellenére nyitva tartott üzletekkel és szálláshelyekkel szemben, az üzleten belül be nem tartott szabályok miatt, valamint a kijárási és csoportosulási tilalom megszegői ellen léptek fel a hatóságok az elmúlt napon is. Egy vendégházat idéglenesen bezártak, ugyanis a szálláshely két grúz vendéget fogadott anélkül, hogy az üzleti útról kitöltött dokumentum valódiságáról meggyőződtek volna. Az utolsó vacsora emlékére mutatott be Szent Misét Erdő Péter bíboros nagy csütörtökön az esztergomi bazilikában. Az Esztergom budapestiesek felidézte Jézus elárultatását és elfogatását. Az utolsó vacsorán hangzott el a jézusi parancs, hogy szeressétek egymást, ahogyan én szerettelek titeket, idézte Erdő Péter hozzátéve, hogy ez a tanítás különösen időszerű a mai világban. Most van itt az idő a hálaadásra. Most vehetjük körül lélekben, szeretettel és imádattal az oltári szentséget. Most virraszthatunk a szenvedésre készülő Krisztus mellett az olajfák hegyén, hogy megköszönjük neki,
értünk adott és nekünk kiosztott életét. Ő ajándékozzon bizalmat és egymás iránt készséges, áldozatos szeretetet mindannyiunknak. Amen. Vitamincsomagokkal ajándékozza meg a Magyarországi Evangélikus Egyház vezetése a felekezethez tartozó szeretetszolgálatokat, amivel a járvány idején végzett munkájukat köszönik meg. A több mint 6000 doboz vitamint és gyógyhatású készítményt 2100 munkatárshoz juttatják el. A csomagok összértéke több mint 20 millió forint. Fabinyi Tamás elnök püspök arról beszélt, szimbolikus, hogy nagy csütörtökön kezdik el kiszállítani a vitaminokat. Az ott dolgozók irdatlan nagy tehertételnek vannak kitéve, hiszen gondoljuk végig, hogy saját magukat is védeniük kellene, családjukért felelősek, de a rájuk bízottakért különösen is. Ismerek számos olyan munkatársat, akik vidékről nem akartak ingázni, hogy adott esetben hozzák vigyék a vírust, hanem beköltöztek az otthonba, beköltöztek az ellátottak közé, hogy valóban 0-24-ben ott legyenek közöttük és segítsék őket és szolgáljanak közöttük. Az LMP szerint a kormánynak segítenie kellene a tájékoztatást. A párt társelnöke ezt annak kapcsán mondta, hogy több médium nyílt levélben kérte, hogy tegyék lehetővé számukra az érdemi tájékoztatást a járványhelyzetről. A tájékoztatás, a tudás és az információ életet menthet. Óriási feladata és felelőssége van ebben a sajtónak, a kormánynak pedig óriási felelőssége van, hogy hagyja-e, hogy a sajtó végezhesse a dolgát ezzel kapcsolatban. A Wollner párt szerint kudarcos az unió külpolitikája. Wollner János azt mondta, ez a konfliktuskereső politika mindinkább kizárja Európát a világgazdaságból. Hozzátette, a járványkezelésben csődöt mondott az unió, ezért minden állam kénytelen önállóan védekezni. Az Európai Unió vezetőinek semmi oka arra, hogy vélt kulturális felsőbbrendűséggel megpróbáljanak mindenkit, minket, magyarokat is folyamatosan kioktatni, megpróbálják nekünk elmagyarázni azt, hogy hogy kellene berendeznünk az országot, hogyan kellene megváltoztatnunk akár a családi jogállásról szóló törvényeket is. Ezek kizárólag ránk magyarokra tartozó kérdések. Európai reneszánszt akarnak, és képviseletet kereszténydemokrata európai emberek millióinak, akiket most senki sem képvisel, mert az Európai Néppárt elkötelezte magát a baloldal mellett. Erről beszélt Orbán Viktor, miután Budapesten tárgyalt Mateusz Morawiecki lengyel miniszterelnökkel és Matteo Salvinivel, a legerősebb olasz párttal, a jobboldali liga vezetőjével. A felek egyetértettek abban, hogy a legfontosabb értékek a család, a kereszténység, valamint a nemzeti szuverenitás. Azzal, hogy az eddigi legerősebb jobboldali párt, az Európai Néppárt láthatóan hosszú távra elkötelezte magát az európai baloldallal való együttműködés mellett, sok millió európai polgár maradt képviselet nélkül. A kereszténydemokratáknak ma nincs Európában képviselete, ezért Mateusz Morawieckivel és Matteo Salvinivel azért dolgoznak majd, hogy ezeknek az embereknek legyen hangja és legyen súlya az európai politikában. Mondta Orbán Viktor, miután a lengyel miniszterelnökkel és az olasz jobboldali párt a Liga vezetőjével tárgyalt a Karmelita Kolostorban. A kormányfő hangsúlyozta, a találkozón tisztáztak minden olyan kérdést, ami a három nemzet szempontjából a legfontosabb, és nincs olyan téma, amelyben ne tudnának egyetértést kialakítani. Sokat beszéltünk a közös értékeinkről, világos, hogy mi az atlantista elkötelezettségen túl a szabadság, a méltóság, a kereszténység, a család és a nemzeti szuverenitás értékeit képviseljük, és nemet mondunk a cenzúrára, valami brüsszeli európai birodalomra, a kommunizmusra, az illegális migrációra és az antiszemitizmusra is. Nyilvánvaló, hogy ezekben az értékekben és álláspontokban osztozunk. A kontinens jövőjéről szólva Orbán Viktor kifejtette, a lengyel kormányfővel egyetértettek Matteo Salvini felvetésével, hogy egy európai reneszánszt akarnak, és ennek érdekében dolgoznak együtt a jövőben. Vannak erők, amelyek el akarják szakítani Európát a család, az emberi méltóság, a szuverén állam tiszteletétől és az igazságvédelmétől, mondta Mateusz Morawiecki. A lengyel kormányfő hozzátette, szeretnék megmutatni, hogy létezik egy ellenpólus, és hisznek abban, hogy számos nemzet képes lesz bekapcsolódni ebbe a párbeszédbe. Jednocześnie
Olyan együttműködésre van szükség, amely tiszteletben tartja a nemzeti szuverenitást, és valós európai értékeken nyugszik. Hiszünk Európa és az Európai Unió jövőjében, és hiszünk abban, hogy tudunk közös utat építeni, fogalmazott a lengyel miniszterelnök. Matteo Salvini arról beszélt, nem azt akarják, hogy bizonyos uniós tagállamok szembe kerüljenek a többivel, hanem létre kell hozni egy közös európai erőt. Ennek egyik feladata, hogy megvédje a kontinens határait, hangsúlyozta a Liga vezetője. Olyan újjászületésre van szükség, amely véget vet a diktátumoknak Európában. Ma hárman vagyunk, de azon dolgozunk, hogy többségében legyenek azok, akik megalkotják a szolidáris, normális és boldog Európát. Nem azért lépünk szövetségre, hogy támadjuk, hanem hogy építkezzünk, emelte ki Matteo Salvini. Az egyeztetésen a politikusok megállapodtak, hogy részt vesznek az Európa jövőjéről folytatott vitában, és a következő hetekben programot állítanak fel arról, hogy miként fogják ezt megtenni. A tervek szerint legközelebb májusban Varsóban egyeztetnek majd. A híradó után pedig folytatjuk a témát, az M1 vendége lesz Novák Katalin, Fidesz alelnöke. Kinevezte az új szlovák kormány Zuzana Csaputová köztársasági elnök, az új miniszterelnök Eduard Heger, az ő helyét pedig a pénzügyminisztérium élén a korábbi kormányfő Igor Matovics vette át. A gazdasági tárcát továbbra is Richard Sulik vezeti, de visszatértek a korábbi külügyi, oktatásügyi és igazságügyi miniszterek is. Szlovákiában egyebek mellett az orosz vakcina vásárlás miatt éleződött ki a vita a négypárti kormánykoalícióban. Az egyetlen megoldásnak Igor Matovics lemondását látták, hogy elkerüljék az előrehozott választást. Orbán Viktor levélben gratulált Eduard Hegernek, hogy kinevezték Szlovákia miniszterelnökének. Azt írta, Magyarország kulcsfontosságú szövetségesnek és stratégiai partnernek tekinti Szlovákiát. Hozzátette, bízik az együttműködés további megerősítésében, és hogy hamarosan személyesen is tárgyalhatnak. Orbán Viktor egy másik levélben köszönetet mondott a távozó Igor Matovics kormányfőnek az eddigi kitűnő együttműködésükért. Csökkent itthon az üzemanyagok ára, a kormány ugyanis lejjebb vitte a jövedéki adó mértékét, így mától a benzin 5, a gázolaj pedig 10 forinttal olcsóbb literenként. A döntés kiszámíthatóságot hoz mind a családoknak, mind a vállalkozásoknak, ez pedig a magyar gazdaság teljesítményén is meglátszik. A benzinkútról jön áruval teli furgonjával Hudvágner Gábor kiskereskedő. Szerdán akart tankolni, de úgy döntött, vár egy napot. Azzal ugyanis, hogy most csütörtökön csökkentek az üzemanyag árak, sokat tudott spórolni. A nemes vámosi vállalkozót nagyon érzékenyen érintik az árváltozások, hiszen ha drágul a benzin, a gázolaj, akkor megugranak a kiadásai. Ráadásul emelkednek azoknak a termékeknek az ára is, amit a nagykereskedőktől szerez be. Így aztán ő is kénytelen emelni. Így volt ez tavaly is. 5-20%-ig voltak áremelkedéseink. Ugye az idén szerintem, hogyha most csökkennek az árak, akkor szerintem a nagykereskedőink is csökkenteni fogják az árakat, akkor mi is csökkenteni fogjuk egyértelműen. Pörög a számláló, pörögnek az árak, most éppen lefelé. Folyamatosan jöttek az autósok az egyik fővárosi töltőállomásra. A benzinkutasok szerint egy nappal korábban voltak olyan időszakok napközben, amikor senki nem volt. Igaz, mára a benzin 5, a gázolaj 10 forinttal lett olcsóbb azzal, hogy a kormány lejjebb vitte a jövedéki adó mértékét. A grafikán jól látszik, milyen hektikusan változtak az árak a közelmúltban. A benzin ára például egy éve jóval 300 forint alatt volt. Idén márciusra viszont a 430 forintot is elérte. A gázolajnál is hatalmas volt az emelkedés mértéke egy év alatt. Elemzők szerint az üzemanyag az a termék, amelynek ha emelkedik az ára, és ha az tartósnak bizonyul, akkor nő az infláció, és szinte minden más árucikk megdrágul. Bárminek az ára növekszik, amit szállítani kell, vagy amihez valamilyen alapanyagot szállítani kell. Természetesen, hogyha az üzemanyagár nő, ez azt is jelenti, hogy drágább lesz a termelés, illetve a magasabb infláció rontja a reálbérek értékét. Tehát az a jó a gazdaságnak, a magyar gazdaságnak, hogyha az üzemanyagárak nem olyan magasak. A kormány egy az Európai Unióban egyedülálló megoldással fékezni tudja az üzemanyagok drágulását itthon. Ennek lényege, hogyha a kőolaj világpiaci ára negyedéves átlagban meghaladja az 50 dollárt hordonként, akkor nálunk 5 forinttal csökken a benzin, 10 forinttal a gázolaj ára. Ellenkező esetben, ha a világpiaci ár 50 dollár alá süllyed, akkor nálunk növekszik a jövedéki adó mértéke. Ez az adómértékrendszer kifejezetten védi a fogyasztókat a drasztikus áremelkedéstől, hiszen a magasabb adómérték csak akkor van érvényben, amikor a nettó árak alacsonyak. Magas kőolajpiaci árak esetében, ami a
utóbbi pár hónap vagy negyed évben tapasztalható volt, pedig csökkenni fog az adónak a mértéke, és ez látható most április 1-től is a benzinkutakon. Szakértők számításai szerint a kordában tartott üzemanyagárak 1%-ponttal javíthatják a magyar gazdaság teljesítményét, hiszen az alacsony benzin és gázolajár csökkenti az inflációt, így a cégeknek több pénzük marad beruházásokra. Két héten belül másodszor emeltek vádat BKV busz előtt büntetőfékező autós ellen. Mindkét esetben egy a megengedett sebességet túllépő autósofőrét ragadta el az indulat. Akár 3,5 év börtönbüntetést is kaphatnak. A megengedett sebességet jelentősen túllépve legalább 90-nel száguldott egy luxusautó a Megyeri úton a Fóti út felé még 2018 augusztusában. A Megyeri temetőnél a vezetőnek egy a megállóból kiinduló busz miatt le kellett lassítani a 65 km/h sebességre. Ez olyan indulatot váltott ki belőle, hogy gyorsított, a záróvonalon megelőzte a buszt, bevágott elé és vészfékezéssel megállt előtte. A busz már nem tudott megállni, és hátulról neki ütközött a BMW-nek. Az utasok közül többen elestek, volt, aki mellkaszúzódást, mások vérző hámsérülést szenvedtek. A buszban 300 ezer, a BMW-ben, ami nem is a sofőré volt, 1,5 millió forint kár keletkezett. Az ügyészség most vádat emelt a büntető fékező autós ellen. A kerületi ügyészség a vádlottat közúti veszélyeztetés büntettével, valamint nagyobb, illetve kisebb kárt okozó rongálással vádolja, és vele szemben végrehajtandó börtönbüntetés kiszabását, valamint közügyektől, illetve járművezetéstől eltiltást indítványoz a vádiratban. A Megyeri úti konfliktussal szinte egy időben a 3. kerületi Királyok útján is büntetőfékezett egy luxusautót vezető férfi egy BKV busz előtt. Az esetet a busz biztonsági kamerái szinte teljes körűen dokumentálták. A Bentley vezetőjét itt az háborította fel, hogy a busz csak lassított az egyik megálló előtt, de mivel nem volt se le, se felszálló utas, nem állt meg. A sofőr itt is a záróvonalat átlépve előzte meg a buszt, majd bevágott elé. A busz vezetője vészfékezett, de a jármű így is neki ütközött az előtte megálló személyautónak. Az utasok közül többen elestek vagy kiestek az ülésből, de senki nem sérült meg. Az ügyészség ebben az esetben is börtönt kér a büntetőfékező autósra. A közúti veszélyeztetés következetes bírói gyakorlata felfüggesztett szabadságvesztés és járművezetéstől eltiltás. Hogyha valakinek már több ilyen esete volt, akkor elképzelhető az előéletre való tekintettel a végrehajtandó szabadságvesztés, vagy akkor, ha a közúti veszélyeztetés esetleg rongálásra állhat halmazatban. Közúti veszélyeztetésért, ha az ütközés anyagi kárt is okoz, halmazati büntetésként akár 3,5 év börtönbüntetést is kaphat a vétkes sofőr. Elefánt születésére készül a budapesti állatkert. Az előkészületekről egy kis filmet is közzétettek az intézmény honlapján. Összejelentették be, hogy Angele, az ázsiai elefánt, hamarosan újabb elefántnak ad életet. A szakemberek pedig úgy számolnak, hogy most tavasszal születik meg a kis elefánt, ezért már március közepe óta teljes a készültség. A filmből az is kiderül egyébként, hogy az állatkert egy speciális mérlegre gyűjt, amellyel nem csak a kis elefántot, hanem a kifejlett ormányosokat is le lehet majd mérni.